Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. A mai műsorban egy bőrdíszműves is vendégünk lesz, és figyelmükbe ajánlunk egy motoros találkozót is, de mindezek előtt a napszemüvegekről beszélgetek vendégemmel. Köszöntöm Szabó Irén, szemészakorvos, szép napot kívánok. Megalapozásként nézzük, hogy mi is az az UV-sugárzás vagy UV-fény. A napból a föld felszínére érkező sugárzás egy nagyon széles spektrumot tesz ki, ez az elektromágneses sugárzás. Ennek egy kis részét adja a látható fény, amely 400-tól 780 nanométerig terjed. A 400 nanométer alatti sugarakat nevezzük UV-sugárzásnak. Ennek van három csoportja, az UVC, UVA és az UVB sugarak. Abszolút fontos ezeket ismerni és tudni. Hogyan lehet választani jó napszemüveget, ami esetleg megóvja szemeinket ezek elől a fények, sugarak elől? A napszemüveg az nagyon fontos védőeszköz, de emellett ugye egy divatcikk is. Amikor napszemüveg vásárlására kerül a sor, akkor mindenképpen el kell döntenünk, hogy milyen típusú legyen ez a szemüveg, hová szeretnénk viselni. A mindennapi életben, sportoláshoz, esetleg úszás vagy tengerpartra. Ennek megfelelő formájú, lencséjű napszemüvegeket kell keresnünk. Legfontosabb természetesen, hogy nagyon jó UV-sugárzás ellenes legyen ez a szemüveg, tehát védje a szemünket az UV-sugaraktól. Azonban ez csak egyik szempont a jó napszemüveg ismérvének. A következő az, hogy ne torzítsa a színeket. Tehát ha átnézünk rajta, akkor természetesnek látsuk a tárgyakat. Ezért szoktuk ajánlani az olivazöld, a középbarna vagy a szürke lencséjű szemüvegeket. 15-20 évvel ezelőtt nagy divat volt például a színes lencsés napszemüveg, hogy volt sárga, volt kék és meg annyi szín, akkor ezeket ön nem javasolja? Attól függ, hogy hová. Sportoláshoz, kerékpározáshoz a sárga és a piros szemüvegeket nyugodtan használhatjuk. Nagyon jó kontrasztot hoznak létre ezek a színek, de fénytorzító hatásuk van. És még visszatérve a jó napszemüveg ismérveire, nem szabad, hogy torzítsanak a lencsék. Tehát úgy kell elkészülnie, olyan gyártás technológiát kell alkalmazni, ami során természetesen tiszta képet kapunk a lencsén átnézve. Nagyon sok napszemüveget és egy különleges berendezést is hozott ide a Weekend stúdiójába. Mi ez a berendezés? Amikor szemüveget vásárolunk, akár optikai szemüvegeket vagy napszemüveget, az mindig szakboltba tegyük meg. Ott helyben meg is tudjuk nézetni, hogy valóban védi-e a szemünket ez a szemüveg. Kiválasztok mondjuk egy szemüveget, itt van ez a lila színű, és akkor megpróbálom a gép alá tartani. Egy kicsit megdöntöm a gépet, hogy a kollégák esetleg észleljék a dolgot. Be van kapcsolva, doktornő? Akkor csak alá kell tartanom a lencsét. Ott a mutatók mit fognak mutatni? Szerencsére a 400-as egységnél áll meg a mutató. Tehát akkor ilyen szemüveget érdemes választani. De nézzük meg mondjuk az én saját szemüvegemet. Szerintem ezen nincsen ilyen védő réteg, és tényleg nincs. Tehát mutatja. Tehát, hogyha most beindul a nyár, beindul a jó idő, akkor mindenképpen... Akkor érdemes egy lencsét cserélni. Egy lencsét cserélni, igen, vagy egy teljes szemüveget. Igen, igen. Amúgy lehet, hogy egyszerű a kérdés, de hogy a szemüvegnél is nem feltétlenül a drága a jó szemüveg, gondolom ez így van, hiszen nekem sikerült például pár évvel ezelőtt beszerezni egy olyan napszemüveget 1500-2000 forintért, amit egy ilyen bevizsgáló eszköz abszolút pozitívra értékelt, és volt rajta szűrőréteg. Lehet, hogy szűrés volt, de nem biztos, hogy a másik két funkciót is teljesítette, hogy jó volt a színképzése és a kép képzése. Egyébként valamilyen módon természetesen az ár tükrözi a minőséget, de egy bizonyos kategórián felül már a márkát is megfizetjük.
Hogyha a divatról beszélünk, akkor milyen színeket javasol akár mondjuk a hölgyeknek, férfiaknak, gyerekeknek, hiszen mondjuk ruhák tekintetében is mindig van esetleg egy olyan szín, ami az adott nyáron esetleg tündöklőbbé teszi a viselőjét. Napszemüvegeknél is igaz, hogy a feketét ilyen standard darabként megtarthatjuk, de ha úgy van, akkor választhatunk színesebbet? Igen, a 2017-es napszemüveg az dobzódik a színekbe és a formákban. Na. Lekerekített macskaforma a divat, és a nagyon egyszerű formától egészen a futurisztikus alakig minden előfordul. Arra figyeljünk a divaton kívül, hogy oldalt is zárjanak ezek a szemüvegek, tehát ez egy például egy divatos szemüveg, de nem feltétlenül védi az oldalról szemünk közé érkező sugarakat. Hogyha mondjuk ezt a férfi napszemüveget veszem elő. Jól mondom, férfi? Igen. Na most elbizonytalanodtam. Ez igen. Már akkor jobb, mert itt oldalt igen. Is vastagabb a szára. Egy nagyon erős tükröződésmentes réteg van rajta. Oldalt zárt, a fej formáját követi. Tehát ez egy nagyon jó sportszemüvegnek mondható. Gyerekeknek mit ajánl? Nagyon fontos, hogyha nem is pár hónapos, de pár éves korban már tegyük fel a gyerekekre is a napszemüveget. Természetesen egy jó minőségű, oldalt zárt szemüveggel sétáljunk a gyerekekkel. Náluk is nagyon fontos, gondolom, a védelem, vagy akár a lazább színek. Milyen színek hódítanak a gyerek napszemüvegeknél? Hát a lencse színekben nagy eltérés nincs, inkább a keretekben lesznek színesek, játékosak ezek a szemüvegek. Mit keresnek amúgy a megyebeliek? Gondolok itt arra, hogy mondjuk a hölgyeknél ugye az extravagáns formák megjelennek, de bátrak vagyunk mi Nyíregyházán vagy a megyébe, vagy inkább a szolidabbakat válaszol? Inkább még a szolidabbakat, bár mi is már beszereztünk egy néhány divatos extra napszemüveget. Mindenki próbál tartós vásárlásra törekedni, tehát, hogy minden körülmények között, minden öltözékhez megfelelő legyen ez a szemüveg. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha jól tudom, akkor most egy programajánlóval kedveskedünk önöknek, hamarosan jövünk vissza egy másik témával. Ahogy ígértem a műsor elején, egy bőrműves vendégünk, Kosta Zoltán egészen Kisvárdáról érkezett hozzánk. Szervusz, Zoli! Szervusz! Köszönöm a meghívást! Fiatal emberként hogyan ismerkedtél meg ezzel az ősi mesterséggel, és egyáltalán miért ezt választottad utadnak, életednek? Hát igen, az apropója a dolognak az egészen mélyről indul, viszont nem is ez lett volna az eredeti szakmám. Teljesen véletlenül akadtam ebbe a mesterségbe bele. Én, ha végeztem volna abba az itembe, ahogy terveztem, akkor díszlet és jelmeztervező szakmán fejeztem volna be a tanulmányaimat. Viszont már a szakirány választása közben megfertőződtem egy kicsit, ha lehet így mondani. Hagyományőrző íjászként, hobbiként kezdtem a bőrművességet, de teljesen alapszinten is, és semmi közöm jóformán nem volt a mesterséghez, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz belőle, és aztán kiteljesedett a dolog, kellett hozzá egy rövid 16 esztendő. és csak egy pillanat. Igen, elszaladt ez az idő. Én magam is meglepődtem rajtam, hogy úgy utána számolgattam, de ez van. És, de nem esett messze annyira ez a dolog az eredeti elképzelésettől. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a díszletjelmez tervezői dolog, tehát hogyha mondjuk itt a jobbomra tekintek itt tőlem, azért van egy gyönyörű szép viselet lényegében, egy jelmez, hogyha úgy fogalmazhatnék. Biztos vagyok benne, hogy mondjuk viselettörténetből ötös lehettél tanulmányaid igen. alapján, hiszen azért ehhez az is kell. Mi az, ami itt látható mellettem? Mesélj erről.
Ez a páncélzat egy hosszú kísérletező munkának az egyik állomása. Valóban igazad volt, a viselettörténet az nélkülözhetetlen volt, hogy ez a mű létrejöjjön. Nagyon komoly alapot kaptunk egyébként az egyetemen viselettörténet tantárgyból, és elkerülhetetlen volt, hogy a korszakok és népcsoportok megismerése közben a magyar őstörténetre is kitérjünk. És már ott én valamit éreztem belül megmozdulni, hát kiderült, hogy nem véletlenül, mert azok a dolgok, amiket én ma alkotok és készítek, azok ebből a forrásból táplálkoznak. Ez a páncélzat, amint azt említettem, egy kísérletező munkának egy állomása, azért mondom, hogy nem a végeredménye, mert még folyamatban van a kialakulása egy ilyen páncélzatnak. A gyakorlat és a kísérletezés az ugye folyamatos. Tehát, volt vagy van mestered? Hát, hogy is mondjam, a gyakorlat az nagyon sok mindenre megtanított, hát sikerült néhány serejtet is összehozni közben, de úgy konkrétan mesterember sajnos nem nagyon akadt, aki a tudását át tudta volna adni. Akkor mint az elmúlt 16 év gyakorlása az, ami megalapozta ezeket a munkákat. Ez milyen bőr és milyen technikákat alkalmazol rajta? Tehát én abszolút nem vagyok tisztában, hogy ezt most vésni kell, vagy egyáltalán hogyan kell művelni magát a bőrt? Hát amikor hozzám kerül az alapanyag, akkor az egy táblába kapható kicserzett, már felhasználható növényi cserzésű marhabőr. Ez körülbelül 3,5 mm vastagságot bír, de van, hogy többet. Én szeretek vastag anyaggal dolgozni, mert annak a felülete nagyon könnyen megmunkálható, és hihetetlenül plasztikus dolgokat lehet belőle kialakítani. Ezek után a növényi marhabőrnek még van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy viszonylag sok fizikai behatásnak ellen tud állni, és fel is veszi ezeket a jellegű hatásokat, tehát keményíteni lehet, merevíteni lehet, puhítani lehet, domborítani lehet, az említett vésést is lehet nála használni. Én ezzel kísérleteztem ez utóbbival. Hát ugye a grafikai irányultságom is megvolt a pályámmal kapcsolatosan, ezért a linómetszést azt kikísérleteztük már az egyetemen is, a középiskolában, iskolában. És itt a farkasnál abszolút elátszódik amúgy. Igen, ez lényegében ugyanaz a technika, amit a linómetszők használnak, viszont itt ugye nincsen az utókezelése, hogy tintával nyomatokat készítsenek róla. A bőr nagyon jó felület, majdnem annyira jó, mint a fa. Ugye annak is megvannak a nehézségei, ott is szálirányt és egyebeket, keménységet ismerni kell. A bőrnél is ez ugyanez jelen van, tehát ott is figyelni kell arra, hogy milyen vastaganyaggal dolgozom, az mennyire szilárd, mert azért megcsúszik az a véső, és hát az javíthatatlan károkat tud okozni. Nem lesz időnk mindent bemutatni, de nagyon sok mindent hoztál. Melyikre vagy a legbüszkébb? Akár egyet-kettőt is kiemelhetsz, és akkor megmutatjuk a részleteket. Hát tulajdonképpen így személyes kedvencem nem nagyon van, mert mindig az adott munka az, ami a legjobban motivál. És akkor választok én, jó. Itt van ez, mutasd be kérlek, hogy ez pontosan micsoda, és hogyan készül. Az asztalon látható ló fejvértezet, és a hozzátartozó szügyellő, az szintén az említett vésett technológiával készül, több réteg marhabőr van egymásra dolgozva, keményítve, én a keményítést azt általában csontenyvel szoktam elérni, tehát abban áztatom az anyagot. Egy bizonyos százalékú arányt azért tartani kell ott is, nem szabad egyből a nagyon sűrű enyvezéssel nekiugrani a bőrnek, mert az hatástalan eredményt hoz majd létre. Viszont a vésést azt előtte kell megcsinálni, tehát amikor még darabokban van egy ilyen fejvért, amit később ugye a lónak a fejére tesznek, és nagyon mutatós, látványos, és elég sok forrásanyag is megmaradt a régebbi korok anyagaiból, ahol láthatóan használták őket. Nem kifejezetten ebbe a formába, lehet benne kisebb-nagyobb eltérés, de
de használták és védték vele a lovaikat, a jó képzett lovaikat, ugye azért azok értékesek voltak. Az is érdekes lehet, hogy saját magadat viszed bele az alkotásaidba, vagy megpróbálod abszolút a hagyományőrzésre összpontosítani, akár mondjuk az, hogy előveszel régészeti kutatásokat, megnézni, hogy milyen motivumokat használtak, nem tudom, hogy melyik utat választottad. Hát igazából az a helyes út, ami az őseink hagyatékára épül. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet kikerülni. Én azt szeretem, hogyha hagynak egy kis szabad kezet is benne, de hát az igények azok mindig változóak. Tehát ha fogalmazhatunk úgy, hogy a megrendelők csúnya szóval élve, uh-huh. tehát azok, akik megkeresnek és adják a munkát, ők van, hogy konkrét elképzeléssel jönnek már hozzám, vagy pedig azt mondják, hogy mindent rám bíznak, mert úgyis tudják, hogy az nagyon szép lesz. Hát én az utóbbit is szeretem, de a kutatásokat nem szabad belőle kihagyni. És egyre nagyobb az igény arra, hogy hiteles dolgok szülessenek, hála Istennek. Tehát azért láttunk már sokféle dolgot, a hagyományőrző berkeken is belül van, többféle út. Én azt szeretem, ami megkérdőjelezhetetlen, tehát amiben tényleg ott van az eleink hagyatéka. Ezeket a eszközöket, ruházati kiegészítőket és így tovább, tehát rengeteg mindent készítesz, a hagyományőrző egyesületek képviselői tagjai kérik, viselik, vagy van olyan, aki esetleg, lehet, hogy badarságnak tűnik, de mondjuk dísztártként az otthonába készíteti? Hát mind a kettőből uh-huh. akad. Igen. Mind a kettőből akad. Én azt szeretem, hogyha a munkáimnak van funkciója, tehát jó, hogy mutatós és dekoratív is, nagyon szép, és tényleg lehet egy lakás dísze, uh-huh. de én annak sokkal jobban örülök, amikor használják, és elégedetten használják, és az működik, tehát hogy a funkciója is megvan, nem csak egy esztétikai élményt nyújt. Változó egyébként, hála Istennek egyre több hagyományőrző egyesület uh-huh. ebbe az irányba indult el, ugye ezt a korszakot értem most ez alatt, de vannak nagy képviselők, akik irányítják ezeket, tudtukon kívül is akár ezeket az irányultságokat. Gondolok itt például Kassai Lajosra, ugye lovasiász nagymesterre, akinek szintén volt szerencsém alkotni pár nagyon jól sikerült páncélzatot, amit mai napig meg szoktam emlegetni, és hihetetlen élmény volt azt összehozni. Hát további nagy-nagy élményeket kívánunk neked, meg kitűnő nagyon munkát a következő években is. Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ki tudja, lehet, hogy az egyik ló a nyírségi vágtán ezt fogja majd viselni, bár nem hiszem, mert kizárt, hogy hamarosan nyírségi vágta, a Nemzeti Vágta Szabolcs megyei előfutamát jövő héten rendezik, meg a részletek már is kiderülnek a következő bejátszásból. A történelmi hangulatú Nemzeti Vágta célja, hogy a magyar lovas hagyományt felelevenítse, és évről évre új tartalommal gazdagítsa. Hangzott el a verseny sajtótájékoztatóján Kisverden. Idén Balogh Béla lova képviseli majd a települést, tavaly az ő lova nyerte az országos verseny Budapesten. A nyírségi lovasok igazán eredményesek a Nemzeti Vágtán, arany és ezüstérmet is hoztak már haza az elmúlt években, közölte a Szabolcsi Lovas Fesztivál igazgatója. Az idén is hasonló programokkal, mint az elmúlt években, tehát mindenképpen megcéloztuk a lovas programokat, kedvelőket. Megrendezik a kis huszárvágtát, a nagy felnőtt vágtát, valamint fogadhajtó versennyel, és gyermekprogramokkal várjuk a látogatókat. A lovas programok mellett a zene és a gasztró kedvelőinek is szolgálunk elég jó kínálattal. Szombat este Zoltán Erika és Kerozin együttes, valamint mulatos és diszkó zenekedvelői örülhetnek a programoknak. Vasárnap pedig Bunyós Pityú, a mulatos szabolcsi sztár és a bikini élő koncerte várjuk a látogatókat, ami 20 órától kezdődik. A gyerekekre is gondoltunk, a Coca-Cola élményszíget fel lesz állítva, és a gyerekek tulajdonképpen díjmentesen ugrálhatnak, játszhatnak szakemberek segítségével a fesztivál területén. A
nemzeti vágta előfutama, a nyírségi vágtának van egy alap versenyszabályzata, és ennek a feltételének kell megfelelni. 18 éven, a felnőtt vágtára 18 éven felülnek kell lenni a lovasnak, a lovaknak az 5. életévét kell, hogy betöltse, és nem lehet teljes tiszta telivér, csak 50%-os telivérek lehetnek. Nagyon-nagyon eredményesek, tehát nyíregyházi lovas, nyírségi lovas nyerte már meg a nemzeti vágtát is a Hősök terén, valamint volt tavaly előtt Döge lovasa, bronzérmet nyert, 3. lett a Hősök terén. Az első évben, amikor mi szerveztük, 2015-ben olyan 8 és 10 ezer közötti volt a látogatás egy nap alatt, tavalyi évben is hasonló volt a látogatottság. Egyébként az idén 12 felnőtt lovas, és meglepően sok 6 kishuszár jelezte a részvételét. A kishuszárok ezek 18 éven alatti lovasok, és még Dunántúlról, Győr megyéből is jönnek, Győr-Moson-Sepron megyéből is jönnek lovasok, ami meglepő. Az idei verseny célközönsége ismét a lovas programokat kedvelők. Lesz kis huszár és felnőtt vágta, valamint fogadhajtóverseny és különböző gyermekprogramokat is szerveznek Dögén az Amekó Lovas Centrumban. Június első hétvégéjén nem csak a 3. Szabolcsi Lovas Fesztiválra várják a vendégeket. Minden évben történik valami, amivel kitűnhet a nyírség vágta a többi előfutam közül. Tavaly a 100. előfutam valósult meg az Amekó Lovas Centrumban. Az idei évben pedig úgy döntöttünk, hogy legyen 2 rendezvény egy időben egy helyen, így június 3-án és 4-én nem csak a Szabolcsi Lovas Fesztivál, hanem a 7. Dögei Hagyományőrző Kumpli Fesztivál is megrendezésre kerül, amivel igyekszünk még színvonalasabbá tenni a nemzeti vágta előfutamát. Így nem csak szervezünk, hanem be is mutatkozunk az egész kicsikkor, az óvodásaitól, a nyugdíjasokig, mindenki megmozdul, fellép az összes civil szervezetünk, és eljönnek testvértelepüléseink is a nemzeti vágta előfutamára. A vidéki előfutamok már májusban elkezdődtek az ország 13 helyszínén, valamint további 4 határon túli településen. A nemzeti vágtát idén szeptember 15-e és 17-e között rendezik meg Budapesten, az elmúlt évekhez hasonlóan a Hősök terén. A Nemzeti Színház Vitéz Lélek című produkciójának tapsolhatott a közönség a Móri Zsigmond Színházban, már is jönnek a részletek. Ez egy nagyon egyszerű emberi történet. Nincs túlspékelve, emberekről szól, van benne szerelem, egy megjárt, egy háborút megjárt embernek a története, aki ragaszkodik a hitéhez, és ezért nem veri magát a falhoz, hanem egyszerűen csak él. És talán az egyszerűségében van a nagyszerűsége, azt hiszem. Balla Péter ugye ennek az egész drámának a mozgatórugója, vagy maga Tamási. Hát ez egy háborúból visszajött, meglett férfi, aki egy tűzvészen átmegy, és élni szeretne. És szeretné, hogyha hagynák őt élni. De hát ugye, ahol több ember él, ott mindig van probléma. Ebből kifolyólag ő csak élni akar, de hát mindig valami jön, valami, valaki tönkre akarja tenni az ő egyszerű életét, dolgozni akar, és akkor konfliktusok vannak. Nagyon sok helyen játszottuk. Azt tudni kell, hogy ez az előadás bent a Nemzeti Színházban egy egészen más díszlettel működik, mert ott 30-40 fa egyszer csak bizonyos pillanatokban elkezd röpülni. Nem nagyon tudjuk megcsinálni sem ezen a színpadon, sem máshol. Nagyon sok helyen voltunk, Felvidéktől, Vajdaságon keresztül, Kárpátalján, Győrtől megkezdett, nagyon-nagyon sok helyen, Debrecen, rengeteg helyen voltunk vele, és ez direkt azért van ez így kitalálva, hogy tudjuk vinni máshová is, hogy utazhatóbb legyen az egész, és befogadhatóbb. Sajnálom, hogy a nemzetinek a terét azt nem lehet mindenhová elvinni magunkkal, de szerintem így is lehet élvezni. Nagyon megtisztelőnek éreztük, hogy egyáltalán a Nemzeti Színház előadását láthatjuk. Nem volt könnyű leszervezni, hogy a Nemzeti Színház hozzon egy előadást, de a szervezési nehézségek láttán úgy voltunk vele, hogyha ezt az előadást sikerül lehozni,
vagy egy más előadást, mi akkor is nagyon boldogok leszünk. A Vitéz Lélek szerintem az egyik kiemelkedő előadása a Nemzeti Színháznak, úgyhogy mindenképpen szakmai szempontok alapján, illetve az esemény fényét emelve én ezt egy nagyon jó választásnak gondolom. Hogyan fogadta a színház, illetve Vidnyánszky Attila ezt a felkérést? Nagyon kedvező fogadtatással, sőt első pillanattól kezdve ő ezt külön felajánlotta, hogy támogatni fogja, hogy összejöjjön ez a vendégelőadás. Ugye nagyon sűrű nekik is a programjuk, nekünk is nagyon szoros a műsortervünk, nagyon sok a bérletes előadásunk, úgyhogy hiába az évad elején már elkezdtük tervezni ennek az előadásnak a megvalósítását, ez csak május második felében sikerült, de én azt hiszem, hogy maximális támogatást kaptunk a Nemzeti Színháztól, és ezt mondhatom a gazdasági oldalát is, tehát ott is azt hiszem, hogy a Nemzeti, amit lehetett, azt megtette az ügy érdekében. Aztán aratás! Elindulsz a géppel, és amit kerestek, annak egy harmada legyen a tiéd. Erre az egyre nem számítottam. Istúf, adjunk neki gondolkozási időt.